Testnevelés óra egy régióbeli iskolában. A mindennapi mozgás egyre fontosabb nem csak a fiatalok, de az idősek számára is. Ezt erősíti a Mozgás Egészségprogram is, amelyről most nemzetközi szakemberek tanácskoznak két napon keresztül Győrben. Élethosszig tartó mozgás. Kezdjük el korán. Ezáltal később leszünk betegek, ha egyáltalán betegek leszünk, folytassuk egész életen át, és ha esetleg betegség sújt minket, akkor érdemes megjegyezni bármilyen életkorban, bármilyen betegség állapotban, az értő módon egyénre szabottan elkezdett mozgás hasznos, meghosszabbítja a várható élettartamot, és a napi életminőségünket is javítja. A 3-1 konferencia szerencsére támogatót is talált magának, hogy minél szélesebb körben népszerűsíthessék a fitségi programot. Azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés ezen a területen, egyrészt a szakma részéről is, másrészt pedig a úgymond felhasználók körében is. És azt gondoljuk, hogy akkor tud megerősödni ez a terület, hogyha a hagyományos orvosláshoz hasonlóan a úgynevezett evidence-based bizonyítékon alapuló orvoslás metódikáját követve, ezek mögött az eszközök, terápiák mögött is bizonyítékok, tudományos kutatások állnak. Győrnek már szlogennyévé vált, hogy a jövő itt a városban épül, és ez nem csak gazdasági, de sport szempontból is így van. Éppen ezért fontos, hogy a megyeszékhely a mostanihoz hasonló konferenciákat rendezzen. Meg fogom kérni a résztvevőket, hogy látogassák meg a Barátságparkunkat, ahol, ami azt gondolom országosan is egyedülálló, ahol a gyakorlatban is hasznosíthatják azt a sok-sok elméleti tudást, ami fejükben van, és ráadásul meg ott található gyerekekkel közösen is tudnak majd sportolni, hiszen gyermekek nem csak azért futnak, mert kötelező, hanem azért mozognak, mert az mozogni jó, a mozgás öröméért mozognak. Kedden és szerdán az egyik népszerű győri hotelben magyar, szlovák és amerikai szakemberek cserélnek eszmét a mindennapi mozgással és az egészség megőrzéssel kapcsolatban. Az előadók között a neves genetikus Zeisel Endre is szerepel, a tanácskozás résztvevői pedig a legfrissebb kutatási programokkal és azok eredményeivel is megismerkedhetnek a két nap során.